A megszokott helyszínen az MRSZ vármegyei igazgatóságán a megszokott csapatok képviselőinek társaságában tartották meg a harmadik kör sorsolását. A 2023-24-es sorozatra nevező 34 együttes közül ezúttal már csak 16 várt arra, hogy megkapja ellenfelét. A vármegyei bajnokság mindhárom osztályának van képviselője a nyolcaddöntőben. Az egyesületek szerették ezt a kupasorozatot. Egyrészt azért, mert a vármegyei kupának van egy kifutása, szoktunk rendezni egy döntőt. Igaz, hogy nem pénzdíjjal, de egy nagyon impozáns stadionba szoktuk vinni ezt a kupadöntőt. 2015 óta, mióta szervezzük az első években, úgyhogy a Nyíregyházi Városi Stadionba lett megrendezve, az utolsó három kupadöntőnk pedig a megye jelenlegi legszebb létesítményébe, a Kisvárdai Várkerti Stadionba lett, és minden alkalommal azért lehet látni a játékosok arcát, meg ugye a visszajelzéseket is, hogy nekik ez egy örök élmény, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei legszebb stadionba tudnak pályára lépni tétmeccsen, viszonylag szép számú közönség előtt, tehát ez az egyik, ami vonzó. A másik pedig, ami vonzó, amit láthatunk most, és ez is kifogta a nagy halat, tehát fel lehet jutni az országos főtáblára, és ott, hogyha az ember, az egyesület tud menni két kört, akkor bizony lehet már a harmadik körbe egy ilyen nagy szerencséje, mint tavaly például ugye a Máté Szalka az Újpesttel tudott tétmérkőzésen szerepelni, most pedig a kupasorozatban a nagy egyszer a Ferencváros tudja fogadni, ez is vonzó mindenképpen. Mint az igazgató elmondta, a felnőtt férfi nagypályás bajnokság valamennyi osztályában elkezdődött már a pontvadászat. Kisebb problémák adódtak, természetesen volt már egy-két visszalépés is, de összességében a felnőtt bajnokságok mellett az utánpótlás fiúbajnokságok is elindultak, valamint az elmúlt szombaton az öreg fiúbajnokság is elindult, az újfehértói létesítményben, méghozzá az új pályán léptek először pályára az öreg fiúk, ez egy nagy élmény volt nekik. Most már csak a lánybajnokság fog hamarosan rajtolni, valamint majd szépen jönnek a futszáltorna rendszerű bajnokságaink is, illetve az NB3-os regionális férfi felnőtt futszálbajnokság is, de az majd október vége, november. Visszatérve a kupához, a vármegyei harmadik kör játéknapja szeptember 27. A továbbjutásról egy találkozó dönt. Amennyiben 90 perc után döntetlen az állás, az alacsonyabb osztályú csapat lép tovább. Azonos osztályban szereplő csapatoknál döntetlen esetén következnek a 11-esek. A párosítása következő: Levelek Máté Szalka, Pátroha Csenger, Baktalórendháza Újdombrád, Nyír Gyulaj Vámosoroszi, Biri Újfehértó, Ibrány Nyírbátor, Gergelyi Ugornya Nagyecsed és Nyírvasvári Tarpa. Az elmúlt két sorozatban 6 csapat képviselte a vármegyét az országos főtáblán. Az csak a jövő év elején derül majd ki, hogy a vármegyéből hány együttes lesz ott a 2023-24-es kupasorozat őszi mezőnyében.